Köszöntöm a pécsi körnézőit! A következő közel fél órában színes, változatos, kulturális eseményekről, művészekről hallhatnak, láthatnak érdekességeket. Tartsanak velünk! A négy sarok és ami közte van, Klippel Tamara kiállítása. Zsolnai Táncházak címmel elindult a nyári táncházak szezonja, a Juhos Együttes muzsikált. Szedimentált emlékek, nem mindennapi installáció a Művészetek és Irodalom házában Pécsen. Fáklyások rajzolták meg a Trianon előtti határokat, Nemzeti Összetartozás napja Siklóson. A négy sarok és ami közte van címmel nyitották meg Klippel Tamara egyetemi hallgató kiállítását a Zsolnai negyed Kemence galériájában Pécsen. Tamara nem tanult művészeti vonalon soha, ezért is érdekes ez a tárlat. A festményeket július végéig láthatják az érdeklődők. Az alkotó Klippel Tamara mesélt stábunknak a kiállítás címéről, valamint, hogy ez hogyan kapcsolódik a festményekhez. A kiállításnak a címe, hogy a négy sarok és ami közte van, ez hát igazából nyilvánvalóan a kockákra is vonatkozik, illetve a vászonra magára. Tehát több dolgot is bele lehet gondolni, valaki vagy a kockára asszociál, valaki vagy a vászonra. Tamara sohasem tanult művészeti irányban. A festést magától tanulta, a szülei mindig is támogatták ebben, és hagyták kibontakozni. Felszabadítónak érzi ezt a hobbit. Ez a kiállítás igazából nagyon sokat jelent nekem. Én nem tanultam festészetet, sosem jártam semmiféle egyetem képzésre. Magamtól kezdtem el festegetni, és számomra ez mindig egy ilyen terapeutikus dolog volt. Két éve történt egy nagyon szomorú dolog az életemben, és akkor kezdtem el igazán festeni, és nagyon nagy megnyugvást találtam a kockák festésében igazából. Nagyon terapeutikus, és nagyon szeretem azt benne, hogy határok között kell festenem, mert ugye nyilván meg kell hagyni a határait, viszont azt, hogy milyen színnel festem, azt, hogy mit rajzolok még rá, az viszont az én döntésem. És ez egy ilyen kis különbség a kettő között, ami számomra egy felszabadító dolog igazából. A festés folyamatát ösztönösnek mondhatjuk, nincs mindig egy konkrét kép az alkotó előtt. Ebben a formában is megvan a szabadság érzése, hiszen ha valami esetleg nem úgy sikerül, azt egyszerűen átfesthetjük, mondta a művész. Ihlet nem nagyon szokott lenni számomra. Általában csak elkezdek valamit alkotni, nagyon-nagyon sokat rétegzek, nagyon sokszor átfestem a dolgokat. Vannak festmények, amik háromszor újra lettek festve fehérrel, és újra kezdtem, és már csak azért is, és valami szépet kihozni belőle. Szóval én mindig csak neki kezdek, csak festek, és úgy jön magától az egész. Tamara szereti a pontosságot, ez geometriai alakok festésénél elengedhetetlen. Ennek ellenére van olyan festmény is, amelynél ezt nem figyelhetjük meg. Vannak festmények, amikben vannak kis karcolódások, például kis imperfekciók, de van, amikor meg nem. Ez attól függ, hogy éppen én hogy vagyok, milyen az élethelyzetem, mik történnek velem.
de legfőképpen azért ki szoktam javítani. Természetesen a festményeknek személyes történetük is van, ezért még fontosabbak az alkotó számára. Nagyon sokféle kép van igazából, a fővonal az ugye a geometria, az alakzatok, a színek tömkelege, és igen, és illusztrációkat is készítettem hozzájuk, mint például, amit itt láthatunk, a gyermekkori házamnak az ajtaja, ahol felnevelkedtem, ez egy nagyon fontos rész az életemben. Szóval igen, 7.31-ig lehet megtekinteni, és nagyon nagy szeretettel várok mindenkit, és nagyon nagy dolog ez nekem. Szeretnék majd igen, ahogy idő engedi, úgy szeretnék még nagyon-nagyon-nagyon sokat festeni. Nem is tudom elképzelni igazából a szabad időmet a festés nélkül, szóval mindenképpen tervezek. Igen. Tamara további alkotásait tervezi, a most kiállított festmények között is volt olyan, amit kifejezetten megrendelésre készített. Reméli, a jövőben is rendezhet kiállítást a műveiből. A tárlatot a Zsolnay negyed Kemence galériájában tekinthetik meg az érdeklődők Pécsen. Zsolnay Táncházak címmel elindult a nyári táncházak sorozata Pécsen a Pirogránit udvarban. A szezont a kaposvári Juhos együttes nyitotta meg. Moldvai Csángó muzsikát adtak elő énekes, hangszeres tolmácsolásban. ...2006-ban alakult a színpadon most fellépő Juhos együttes. Tagjai eredetileg néptáncosok voltak. Mindig irigykedve nézték a népzenészeket, míg nem hangszert ragadtak páran közülük, mondja a Juhos együttes vezetője Bogdán Gergely. Akkoriban nagyon sokat hallgattuk a moldvai Csángó muzsikát, volt is az együttesnek egy koreográfiája ebből a táncanyagból, és innen indult maga az együttes, hogy táncosokként elkezdtünk zenélni. Egyszerű hangszernek tűnik a furulya, vagy a dob akár, vagy akár a másik hangszer kíséret, amit mi is használunk, de legtöbb moldvai zenekar a koboz, és ezt elkezdtük tanulgatni, és ilyen autodidakta módon először, aztán később mestereket kerestünk, meg jártunk olyanokhoz, olyan hagyományőrző muzsikusokhoz is, akik moldvaiak, csángók, és tulajdonképpen összeállt a zenekar, és a mai napig már ugyan más felállásban, de célt tűztük ki, hogy az ő kultúrájukat ápoljuk, próbálunk minél több helyre eljutni, és ezt népszerűsíteni. Igen, csak népszerűek a moldvai táncházak Budapesten is, az ország különböző városaiban is. Nagyon sok moldvai zenekar alakult napjainkig, teszi hozzá a zenész. Külön kell választani a mozgalomba a táncházat és a különböző néptánc együtteseknek a működését, vagy akár a művészeti iskolai oktatást, ez mind külön szegmens. A táncház mozgalom, ahogy elindult, annak a népszerűsítése az általában úgy zajlott, hogy különböző közösségi terekbe az amatőr táncosok, vagy akik néptánccal akartak ismerkedni, táncoktató segítségével, élő zenekarral sajátították el az éppen aktuális tájegységnek a táncait. A moldvai táncházakban mi, amikor megyünk a Juhos együttesként, természetesen zenekarként jelen vagyunk, tehát élő zenét játszunk, tudunk gyorsulni, tudunk lassulni, teljesen alkalmazkodunk az aktuális körülményekhez.
Ezek körtáncok, páros táncok, lánctáncok, egyszerűnek tűnnek, nyilván úgy táncolni, ahogy a régi felvételeken van, amikor felgyűjtötték ezeket a táncokat, amikor egy parasztember, vagy egy moldvai csángó idős ember táncát nézi az ember a felvételen, az nyilván könnyűnek tűnik, de abban egy egész élet munkája benne van, az akkori lelki állapota, vagy éppen az aznapi lelkülete, úgyhogy könnyűnek tűnnek a moldvai táncok, én azt gondolom táncházi szinten elsajátítani, de nyilván ez egy élet kell, hogy valaki úgy táncoljon, ahogy Moldvában a csángók, vagy hogyha most egy más tájegységet, mondjuk egy somogyi tájegységet, ugye mert mi somogyiak vagyunk, de nagyon sok felvétel van Somogy megyéből is, táncarchív felvételekre gondolok, akkor ezekhez egy egész élet kell, és egy egész lelkület, én azt gondolom. Mindig megy velük egy táncoktató is, aki betanítja a lépéseket, gyakorolja, végigjárja a résztvevőkkel a táncokat. Most Jakab Márk érkezett a programra, azt mondja, sokféle sportot kipróbált, de a néptánc fogta meg a legjobban. Jelenleg Kaposváron a Somogy Tánc Együttesben táncolok, és ezt itt a Juhos Együttessel ilyen 2010-es évek eleje óta segítek be nekik a táncoknak a tanításában, és így állandó jelleggel pedig, hát nem is tudom, azért már jó pár éve, egy 10 éve biztos. Ezek a moldvai táncok, ezek főként kör jellegű táncok, van benne egy-két páros tánc is természetesen, viszont eléggé repetitív jellegűek, tehát hogy ugyanazok a folyamatok, tánc részek ismétlődnek újra és újra, ezáltal a harmadik, negyedik, ötödik mutatása azért már a legtöbb embernek elég jól szokott sikerülni ennek az elsajátítása, viszont van nagyon sok olyan vendég, illetve tánc szerető és táncház szerető ember, akit már én is régóta ismerek, mert régóta látom itt is, hogy járnak táncházba, akik már azért tapasztalt versenyzők, tehát hogy velük abszolút nem, de egyébként aki meg akár először jár ilyen rendezvényen vagy ilyen táncházban, ő is szerintem viszonylag hamar azért rá tud hangolódni ezekre az egyszerűbb mozgásokra. A zenekar feladatának tekinti a Moldvában élő csángó magyarok hangszeres és énekes kultúrájának a megismerését, ápolását, valamint annak autentikus tolmácsolását. Szedimentált emlékek címmel látható egy különleges installáció Pécsen. Ez a munka az ember és a táj kapcsolatáról szól, amelynek traumatizáló jelentése is van. Az alkotást Bori Om képzőművész álmodta meg, a bemutatót Dobovicki Attila média kutató nyitotta meg a Művészetek és Irodalom házában. Ennek a kiállításnak a megálmodója Bori Om intermédia szakon végzett a Képzőművészeti Egyetemen. Itt a videó, mint médium jelentős szerepet töltött be az oktatásban, a napi alkotói munkában. Mindez most jól látszik a kiállítás megnyilvánulásában, üzenetében. A képzőművészetben bevonhatóak különböző médiumok, és ebben a munkában úgy látszik, hogy installatív, szóval egy téri munkáról van szó. Videórészlet, szöveg van benne, és ez így minden megjelenik ebben a munkában egyszerre. Ez a munka két videóból áll, egy szöveg alapú és egy vetített film alapúból. A munka az ember és a táj kapcsolatáról szól, aminek végül is egy traumatizáló jelentése is kibontakozik, összegezte Bori Om.
hogy a táj hogyan alakul át, és hogy nekünk milyen a viszonyunk ehhez a tájhoz. Mert konkrétan ebben a munkában a második világháborúban történt események, és a gyönyörű táj, amiben ezek megtörténtek, ezek a traumatizáló élmények, ezeket kapcsolom össze. Szóval ezt az ambivalenciát ezzel játszom. Ugye egyrészt látunk egy tájat, ami esztetikus és vonzó, és mi ezzel pozitív élményeket kapcsolunk össze, mert nyaralni járunk a tengerpartra, de közben a családaink, ha európaiak vagyunk, akkor ezt megértük mind, hogy volt a második világháború, és hogy ez trauma a családon belül, amit itt továbbadunk, és amiből fragmentumok maradnak csak meg. Ezért látható, mint egy az installáció részeként a szöveg is. Beszélgettem ezzel a nagyapámmal, és ő mesélt részleteket ebből a munkából, és ezeket megjelenítettem fragmentumokként, mert amúgy így működik az emlékezetünk is, hogy csak részletekre emlékszünk, tehát nem az egész történetre, és ezért csak részleteket tudunk továbbadni. Bori Ohm szerint a művészetben az a jó, hogy valamit egy kontextusból kihelyezünk, és ez a valami belekerül például ebbe az itt látható térbe. Megjelenhet ebben a térben ez a táj, ami idegen, mert igazából irritáló, hogy mit keres egy ilyen táj, egy ilyen zárt térben, de közben ezért működik, hogy közel kerülhetünk nézőként ehhez a tájhoz, ezekhez a hangokhoz, és ezekhez az emlékekhez, ami bennünk van, és ezért szerintem működnek ezek az installatív munkák, számomra legalábbis a legjobban, mert belekerülhet a néző maga a munkába. Visszatérnek bizonyos élmények, amúgy a generációkon is keresztül, szóval mi is megélünk valamit, de ezt már megérte a nagymamánk is, vagy a nagyapánk is, akár az ilyen szép dolgokra is gondolhatunk, hogy családot alapítunk, és ez megtörténik folyamatosan újra, de akár traumatikus élmények is, amikkel így az élet során találkozunk sajnos. És ez az ismétlődés nagyon benne van amúgy ebben a vízben, ez a víz szimbolizálja ezt a visszatérést, és ez a munkámban is ezért ennyire fontos. Ennek a kiállításnak nincs eleje és vége. Folyamatosan megy a történet egész nap. Lupolva van. Dobovicki Attila médiakutató, a Pécsi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudományi tanszék adjunktusa nyitotta meg a tárlatot. A szedimentált emlékek megtekinthetők Pécsen a Művészetek és Irodalomházában június 30-áig. Fáklyákkal rajzolt határvonal, őrtűz, zenei program a színpadon, Varga Miklós koncert. Így emlékeztek a Nemzeti Összetartozás napján a siklósiak. Immár hagyományosan a Várkert füves területén rajzolták fel az egykori Nagy Magyarországot a civil szervezetek tagjai. Idén Varga Miklós koncertjével zárult az esemény. Gondolat is mennyi szín, ami századok múltát is tenni, most is új erők ad is. Indulnak a fáklyások a siklósi Várkertben a Nemzeti Összetartozás napjának estéjén. Immár hagyományosan itt emlékeztek a Baranyai Város szervezetei, polgárai a trianoni békediktátum évfordulóján a nemzeti tragédiára. A fáklyák a Nagy Magyarország határait rajzolták meg a fényükkel, majd hazánk jelenlegi határait is megjelenítették, így mutatva meg, mekkora területeket vesztett az ország az első világháború után. 2020 volt az első Nemzeti Összetartozás napján megtartott rendezvényünk, amikor is a Siklósi Hagyományőrző Egyesület élén Puskás Zoltánnal megálmodta ezt a rendezvényt, és megkeresett minket, hogy mi lenne, hogyha egy nagyszabású rendezvényben összetrombitálnánk a város apraja nagyját.
és akkor elkezdtük szervezni először picibe, aztán évről évre nagyobb lett, és most jutottunk el idén oda, hogy egy órás műsort tudtak már összerakni a hagyományőrzőink és mindenki, aki hozzájuk csatlakozott. Gyakorlatilag az egész város minden civil szervezete, intézménye és mindenki szerepet vállalt ebben. És egy meglepetés vendéget is tudtunk hozni Varga Miklós személyében, aki majd zárja ezt a csodálatos eseményt, egy 2 órás programot tettünk össze. Nem volt előtte Siklóson azon kívül nemzeti összetartozás napját megemlékező, vagy arra emlékező eseményünk. Azon túl, hogy természetesen a Trianon emlékeinket ilyenkor mindig felkerestük, megkoszoroztuk, és egy kis emlékműsorral készültünk, de nagyobbat szerettünk volna álmodni. És arról egy mondatot csak, hogy mennyire is aktuális ez a történet, hát nekünk több településünk is, testvértelepülésünk a határainkon túlról, és amikor őket meglátogatjuk, akkor mindig azt mondják, hogy hát jó az az időszak, amikor nyugalmi helyzet van, és jó akkor is találkozni, de ilyenkor mindig meg tudjuk egymást erősíteni abban, hogy mi összetartozunk, és ha összefogunk, akkor legyőzhetetlenek vagyunk. És szerintem ez az üzenete ennek a mai napnak, hogy nem hagytuk magunkat eltiporni, nem hagytuk magunkat szétszakítani. A lelkünk most is összeforr a külhoni magyaroknak és a határon belül élő magyar nemzethez tartozó magyaroknak. Én azt gondolom, hogy ennél fontosabb nincs. Azt is gondolom, hogy sűrűen kell találkoznunk, mert nagyon sokat tanulhatunk tőlük magyarságból. Én ezt mindig így szoktam mondani, mert sokkal jobban magyarok, és sokkal erősebben magyarok, mint mi. Én igyekszem tőlük sokat tanulni, és nagyon büszke vagyok, hogy közel 1000 ember megjelenik itt évről évre a Siklósi Várkertben, és emlékezünk, és minőségi rendezvényt tudunk tartani. Úgy látom, és ez a legfontosabb üzenet ennek, hogy a gyermekeknek is át tudjuk adni ezt az üzenetet. Itt vannak velünk a gyermekek, viszik a fáklyát, megkapják az üzeneteket, megkapják ezeket az érzelmeket és gondolatokat. Ez igazándiból, ez volt az indítatója ennek az eseménynek, és még egyszer hadd mondjam a végén ki, a Siklósi Hagyományőrző Egyesület és Puskás Zoltán is csapata nélkül ez nem jött volna létre. Az őrtüzet is meggyújtották, közben a színpadon zenei előadásokkal teremtettek az eseményhez méltó hangulatot. Az estet végül Varga Miklós koncertje zárta, akit még a fellépés előtt kérdeztünk a Nemzeti Összetartozás napjáról. Ugye június 4-e a magyarság történetében egy fekete időpont, de aztán ez most már 104 esztendeje történt, ez a trianoni gyalázat, de 104 év alatt ez a magyar nemzet bebizonyította, hogy hiába próbálták eltaposni, belökni a történelem szemét dombjára, és itt vagyunk. Erősek vagyunk, erősebbek vagyunk, mint valaha, és a következő több ezer évet is itt kívánjuk eltölteni, úgyhogy ezért is lett a gyalázat napjából a Nemzeti Összetartozás napja, hiszen ezzel megfogalmaztuk számunkra a célt, hogy az összetartozással tudjuk a túlélést biztosítani. Hát Magyarország ugye most már egy kicsi ország, és a súlyunkhoz képest próbálunk meg küzdeni azok ellen a történelmi folyamatok ellen, aminek nem csak részesei vagyunk, hanem elszenvedői is. Tehát más dolgunk nincs, mint hogy a magunk meggyőződését hangsúlyozva próbáljuk a saját érdekeinket is valamilyen módon érvényesíteni. Annak ellenére, hogy ez a mai Európa, ez nem az az Európa, amiről mi álmodtunk annak idején, és ami vágyainkat mi ebben a dalban megfogalmaztuk,
teljesen más felé jár Európa, és én ezt nem győzöm mindig hangsúlyozni, hogy egyet ne felejtsünk el, hogy Európa az nem azonos az Európai Unióval. És ebben bízhatunk, hogy az az Európa, amelyik évszázadok óta fent van, a maga kulturális örökségével előbb-utóbb győzelemeskedni fog az Európai Unió felett. Isten kegyelméből kaptuk a szent koronát, ezért tudtunk fennmaradni minden koron át. Voltak köztünk árulók, és voltak nagyjaink, voltak világváltoztató forradalmaink. Sors tragédiák minket oly gyakran sújtanak, hát óvjuk egymást akkor is, mikor nem bántanak. A nagy világ sokkal szegényebb lenne nélkülünk. Fogjunk össze, tegyünk féle, magyar a magyar élet, mert bárhol is vagyunk, összetartozunk. Hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Hát élet ezért, megmaradásunkért. Hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Véget ért a Pécsi Kör, a Pannon Televízió kulturális magazinja. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!